Eu eștet, Chivano. Bună seara. Pentru început să ascultăm Franz Liszt, Tu es Petrus. Bevezetőként hallgassuk meg Liszt Ferenc, Tu es Petrus című kompozícióját. Thank you.
És most idézem saját magam, Járai Fekete Katalin, az Orgona bűvéletében című könyvéből, mely megjelent a Marosvásárhelyi Kultúrpalota Rieger Otto koncert orgonájának építésének a 100. évfordulójára. Az orgona a hangszerek királynője évezredek szimbolikáját tárolta és hordozta magában évszázadokon át, átmentvén a bibliai, filozófiai eszmék értékeit és az európai orgonamuzsika felbecsülhetetlen szerepét az egyetemes zenei kultúrában. Egy ilyen nagyobb orgonán, koncert orgonán, mint amit most játszottam, megjelennek olyan hangszínek, mint például az Unda Maris, a Vox Celestis, Vox Humana, azaz dicsérd az Urat mennyben és földön, mennyben a Vox Celestis mennyei kórussal, és a földön a tengeri hanggal, és az emberi hanggal, azaz a Vox Humanával. És most lássuk az első zenei példát, ahol meghallgatjuk a tenger hangját, és kombinálva nagyon halk fuvola hangszínnel, César Franck miniatűr. A mennyei hangot, a Vox Celestis, Tudor Csorteának az egyik kompozíciójából ragadok ki egy részletet, esti dal, Könteg des Jahre, a naplementét próbálja lefesteni. Dacă până acum am vorbit despre simbolul filozofic al orgii, de sunt anumite palete timbrale, de exemplu Unda Maris, ceea ce am interpretat în César Franck miniatur, acum voi interpreta Vox Celestis, corul îngerilor, și să auzim cadența finală din Tudor Ciortea, Cântec de seară. Prezenta Vox Humana este imitarea vocii de om cu care va lăuda Dumnezeu. În continuare să ascultăm un fragment de Johann Sebastian Bach, coral,
omeș pe bani danziuni de gros, unde Cantus Firmus este colorat și interpretat cu vox humana, iar acompaniamentul la mâna stângă cu flauți, iar la pedalier cu contrabas. Deci, dacă avem mai multe manuale, putem să sonorizăm, să realizăm o combinație de culori care va fi foarte frumos în această interpretare. Bach, korál előjáték ból hallottunk egy részletet, melyben a díszített korál téma a vox humana hangszínnel volt kiemelve, és a kíséret a bal kézben a fuvolák és a pedálban a bőgő hangszíneivel. Szóval, ha több manuálunk van, mint itt is, akkor ezt lehet nagyon jól kihasználni, hogy bizonyos műveket úgy előadni, hogy még szebben szólaljanak meg. És most lássuk a napnak a szimbolikáját, a mixturák keverésével fogjuk megoldani az életnek, az életforrásnak a szimbóluma. Soarele este reprezentat la orgă cu mixturi, deci cu niște sonorități foarte strălucitoare și reprezintă simbolul vieții. Acum să ascultăm tocata de un compozitor italian, Girolamo Di Ruta, care a dedicat un volum întreg pentru Bathory Gigmond, volumul fiind intitulat Il Transilvano. A napszimbólumát egy tokátával fogom bemutatni. Girolamo Di Ruta, olasz zeneszerző, megajándékozta Bathory Gigmond fejedelmet egy orgona kötettel, melynek címe Il Transilvano. Thank you.
következzen a trombita bemutatása. A trombita egy nagyon régi hangszer, közkedvelt hangszer volt mindig is, sőt a Tutankhamon fáraó sírjában is kaptak trombitákat. És most egy francia zeneszerző, Dandrieu művéből fogok eljátszani egy részt, Párbeszéd a trombitával. Hogy az orgonában nagyon sok síp van, több mint 4000 síp van ebben az orgonában, nagyon nagyok, de vannak nagyon kis méretű sípok is, melyekkel nagyon szépen ki lehet hozni olyan hangzó hatást, mint hogyha madarak énekelnének. És be fogom most mutatni Dakin egyik szerzeményét, melynek a címe a Kakukk. Az orgonában a kakukk téma ugye két hangból áll, és az emberi lelket szimbolizálja az első hang a születés előtti, és a második hang a halál utáni. Most hallgassuk meg akkor a kakukk dalát. Egy kis türelmet kérek, mert be kell állítani a hangszíneket, és így tudom megvalósítani a hangzó hatást, hangzás effektusokat. Ezt gyakorlás közben felírtam magamnak, hogy ne felejtsem el. Dakin, a kakukk. Thank you.
Alkohol, király, család, levéltárában van egy levél, melybe le van írva, hogy a jelenlegi királynő őse kérte a szultánnak a segítségét a spanyolok elleni tengeri harcban, és építetett egy orgonát, hajóval elküldte a szultánnak, és sok-sok kis madár volt ezen az orgonán, csiripeltek, és mozgatták a szárnyaikat, ahogy be volt állítva, hogy csiripeljenek. Úgyhogy az orgona nem csak a templom hangszere, vagy a koncerttermek hangszere, hanem ugyanakkor a hatalom szimbóluma is. És most végezetül hallgassuk meg Terényi Ede Harangok című szerzeményét, melyet erre az orgonára komponált, és ennek az a története, hogy amikor itt a Filharmónia előadásában megszólalt a zongora versenyműve, aznap koncert előtt sétált, és a főtéren hallotta, hogy megszólaltak sorba harangok, és kis harangok, nagy harangok csengtek, bongtak, és ennek a hangzás effektusát komponálta meg erre az orgonára. 1992-ben volt itt a bemutató. Kompozícia Klopote, Glocken de Terényi Ede a fost compusă în 1991 și istoria acestei compoziții este că a avut o prezentare al concertului de pian pentru pian și orchestră cu orchestra simfonică al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș și înainte de concert compozitorul a făcut un tur în centrul orașului. În centrul orașului a auzit clopote venind sonorități din toate părțile orașului și acest efect sonor este în această compoziție redată și a compus această lucrare special pentru orga Palatului Culturii. În prima audiție absolută am prezentat în 1992, după care a urmat prezentarea mondială în Elveția, în orașul Bill, iar mai târziu în Berlin, la Blickpunkt Rumänien. Și doresc acum să spun că această lucrare sună pentru toți târgu mureșeni. Să auzim imediat clopotele. Thank you.
Köszönjük szépen, mulțumim!